Az új év első napjaiban kimondottan horgászatra, illetve vízpartra csábító az idő. Gyönyörűen süt a nap, egyetlen problémám van vele, hogy ordít a szél, viszont itt a Tiszatavon, a Kis-Tiszának nevezett részen, egy mélyebb szakaszon, találtam egyetlen egy olyan állás, hogy minden helyet ülnek a horgászok. Viszonylag szélcsendes, egyébként rettenetesen nagy a sár, tehát amilyen általában a Tiszató szokott lenni, hogyha nem fagy meg, akkor tényleg kötelező a gumicsizma. Mivel minden folyó árad, tehát Hernád, Sajó, a Tisza, mindegyik árad, illetve zavaros, mocskos, egyáltalán nem lehet rajtuk még horgászni, ezért úgy döntöttem, hogy rápróbálok itt a Tiszatavon egy mélyebb szakaszra, és semmi egyébben nem bízom, csak keszekben. Úgyhogy megpróbálom finomabb szerelékkel, csontit természetesen sehol nem lehet ilyenkor kapni, úgyhogy a komposztból túrtam néhány szági lisztát, és ezzel fogok most szerencsét próbálni, finom etetéssel, kimondottan édes etetéssel, úszós módszerrel, aztán meglátjuk, hogy jósat szóltam-e, hogy itt most tényleg van keszeg. Kétféle színű etetőanyagot használok, mind a kettő kimondottan édes. És még ezt egy picit fel fogom tuningolni még egy kis aromával. Ugye tél van, tehát ilyenkor nem az etetőanyagnak a mennyisége, hanem a minősége számít. Kifejezetten a keszegeknél. Tapasztalataim szerint itt, ahol a nádnyiladéknak vége van, illetve a kezdődik, ott szokott törni a víz. Most azonban nem így van, tehát megmértem a vizet, ott még rendkívül sekély, alig két araszni. Látszik, hogy azért nagyon fent van most. Így kénytelen vagyok beljebb etetni, és most pont azért jó, hogy ilyen szűk helyet találtam. Vélhetőleg nem fogja annyira vinni az úszómat a szél. Úgyhogy egy olyan nagyjából 20-21 néhány méterre kell dobáljak. Azt is megfigyeltem ilyenkor téli időben, az se probléma, hogyha nem teljesen precíz az etetésünk, hanem egy néhány négyzetméteren terül el, hadd forgolódjon a keszeg. Kis csukagyilag bodorka. Szerintem ezt el is teszem. Ki tudja még mit hoz a január? Hát, ha jön rá jó csuka. Látszik, ez most a bodorkák tanyája, de hát most őszintén, januárban, ki nem örül neki? Ha semmi egyéb nem fog jönni, csak vagy 15-20 ilyen már lassan sütni való bodorka, tökéletesen meg leszek elégedve. Az év első napjai vannak. Tényleg ez mindig így van menetrendszerűen. Először kisebbek, aztán egyre nagyobbak. Ez már azért nem olyan rossz. Alakul. Alakul. Titkon azért bevallom, ezekért jöttem. De érdekes, ez a 14. zsinórban az összes bodorka. Tudom, mi az oka, de a második etetés után, nagyjából egy jó fél órája, csak ezek a kicsik jönnek. Ha nagyobbat, vastagabb gilisztát, vagy többet teszek rá, akkor nem nyúlnak hozzá, aztán pedig kizárólag
csak ilyenek jönnek, úgyhogy én úgy gondolom, hogy megelégedéssel feladom mára. Szerintem év első pecájának ez azért nem volt rossz. Persze, amíg én az úszózásban láttam a szórakozást, addig mások inkább fenekeztek. Még késő délután is csak nem az összes horgászállás foglalt volt, és akik hazafelé tartottak, szép kárászokat és dévéreket cipeltek a vödrökben. Ha én magam is a fenekezés mellett döntök, talán másképp alakul a napom, bár én a bodorkáknak is nagyon örültem.